A bizonyítványosztása tanévzárási ünnepély meghatározó része. Nem volt ez másképp a 2017-2018-as iskola év végén sem. Dunaszerdai 5 önkormányzati fenntartású alapiskolájában és az Egyházi Szent János alapiskolában június 29-én pénteken összesen 2734 tanuló vehette át a tanulmányi előmenetelt igazoló okiratot. Szám szerint a Szabó Gyula alapiskolában 648, a Vámbéri Ármin alapiskolában 634, a Kodály Zoltán alapiskolában 348, a Jilenicki utcai alapiskolában 679, a Smetana-ligeti alapiskolában 261, az Egyházi alapiskolában pedig 134. A művészeti alapiskolát összesen 609 növendék látogatta az elmúlt tanévben. A 2018-2019-es tanév szeptember 3-án kezdődik. A Csallóközi Népművelési Központ metodikusa Erika Szinová június 27-én a Nemzetközi Duna Nap alkalmából előadást tartott az Ádor utcai speciális alapiskola tanulóinak az európai integrációt jelképező folyam védelmének jelentőségéről. A Duna pótolhatatlan megújuló édesvízi, energetikai, mezőgazdasági és ipari erőforrás, valamint vízi közlekedési és szállítási útvonal. Az összejövetel kísérő rendezvényeként a gyerekek tematikus alkotóműhelyben is dolgoztak. A központ metodikusainak vezetésével papírból és díszdrótból színes dunai halacskákat készítettek. A résztvevők továbbá megtekintették a Duna Európa Amazonasa című környezetvédelmi dokumentumfilmet. A Libertate Polgári Társulás június 30-án gazdag programú családi és gyermeknapot szervezett Dunaszerdahelyen. A bősi horgolókör a horgolás mesterségét mutatta be. Dobsa Magdától a szabásvarást, Simon Anikótól az üvegfestést sajátíthatták el az érdeklődők. A gyerekek arcfestéssel és csillámtetkóval foglalkozhattak. A digitális műhelyben elektromos tésztát is készíthettek. A játszóparkban pedig célbadobás és kardozás várta őket. A sportolást a kézilabdás lányok játéka és a kengú képviselte. Népszerű volt a glamour zenekar, valamint a Langaléta garabonciások gólyalábas produkciója is. A programok látványos kutyás bemutatóval végződtek.